Na jó reggelt, szevasztok! Augusztus 1-e kedd reggel van. Elindulunk ma is egy strandra, nincs messze, egy 15 kilométerre van. Utána pedig megyünk elvileg a közeli hegyekbe. Vannak ilyen szép kis kanyonok, tiszta vízű patakkal, vagy nem tudom mivel, ahol ilyen kis öblök vannak. Ott szeretnénk egyet fürdeni, annak is van egy jó hangulata, hogy ilyen kanyonba pancsolunk. Szerintem biztos szép lesz az oda vezető út, úgyhogy tartsatok ma is velünk. Came home, 'cause you always try to hurt me, and that's so low. Na, megjöttünk a strandra. Egy, én nem tudom, hogy ez milyen strand. Szép. Gábor nézte, 20 percet jöttünk motorral, a szállástól. Eddig szép. Hát találtam egy fülbe valót, hogy csak megjöttél, de csak egy fél pára. Már van két fél pár fülbe valók. Nyitok egy webshopot. Fél pár fülbe valók. Fél fülű embereknek, nőknek. Olyan sokan vannak a vízben, mondjuk még elég korán volt. Ha. Azért jó ilyenkor jönni. Mi leszünk a helyfoglaló. Itt egy sellő. Innen jobban látszik. Ez nagyon vagány. Nagyon vagány. Tiért mi is csinálhatnánk, jó? Megvan a délutáni programunk. Homokszellőt csinálni. Szellőhal. Gondoltam, hogy megrugdosol. Ki jött a szeme? Úszunk vissza. Még lehet, hogy jó. Menjél. Jaj. Szegény hal. Menj Isten hírével. Na, fejére vagyok kíváncsi. A szemét? Nem, szerintem kiázott. Ez jó jel, hogy ilyen strandra jövünk, hogy a halak döglenek ki. Még a szemüket is valami kizokolt. Ha, jó ez. Már itt van még két hal. Nem biztos, hogy itt kéne kifírdeni, nem? Jött a szemük. Nem, hogy majd este mi is itt fekszünk a parton kifolyt szemmel. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down a ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. No, elhagyjuk a strandot. Megyünk fel a hegyekbe. Értem.
Utána elmegyünk a szállás mögötti strandra. Majd valamikor. De hát, ha találunk jobb keresgélőset neked. Kicsit feltámadt a szél, még jó, hogy előtte drónoztam. Az a csoda, hogy előtte nem fújt. Aha. Állandóan fújt. Igen, azért itt elég szeles a sziget, úgy veszem észre. Ja, találtam még egy fülbevalót. Másikat még nem videóztuk le, de majd megmutatom azt is este. Az is ilyen. Az is ilyen. Lehet, nem. Hogy annak a párja. Nem, az olyan, amit te találtál, az ilyen. Hát. Hát mondjuk lehet, hogy egy bizsú vacak, de hát nem majd tudom, egyszer beviszem az aciba őket. Néztem is olyan, mint a próba benne lenne. Igen. A csapjának. Na mindegy, jó nehéz, hál' Istennek. Fel is ülhet. I just
pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Na, megérkeztünk a következő pancsizós helyre. Életem, te mit csinálsz? Milyen volt az ide vezető út? Égető. Én rendesen égetett a nap. Kegyetlen forró volt. A menetszél is, minden kurva forró. Ez csak a bal oldalon, úgyhogy remélem, hogy nem asszimetrikus. Nézzétek, a francia kollégák milyen találékony volt. Előre felkötve két táska. Hátsó doboz, oldal doboz. Ha így már lehet túrázni menni. Milyen jól néz ki a kis Yamaha. Még nem tudom, hogy milyen légellenállása lehet a motornak, de a tovagány. Búvárkodok. Keresek egy fűzugót, mert elhagytam. Már húzzuk, hogy szorosabb legyen. Itt tökéletes. Ja. Pont olyan, mint ennél fűz. Ugye? Ezt ilyen ügyesen merek csinálni? Na, mert így rájött, hogy sose tudsz megfulladni. Igazából. De, mert ha nem csinál semmit is, a fejed fennmarad, az kapsz levegőt. Ez még majdnem jobb, mint a tenger. Arra mindig is akartam ilyen kis hegyi patakba, hogy ilyen helyen megpancsolni. Ez kifejezetten tetszik. Nagyon sok ilyen van itt a környéken, meg ahol voltunk fent ott azon a magas hegycsúcson. Lehet, hogy valamelyik nap még oda visszaszaladunk, mondjuk elég hosszú. 3-4 órás út körülbelül, 3 biztos. Aztán ilyen rohadt melegbe ki a francnak van kedve annyit motorozni, de az még hangulatosabb, mert ugye itt is szép sziklás, de ott ilyen elég magas, meredek sziklák vannak mind a két oldalon. Úgyhogy majd meglátjuk, de még lehet, hogy keresünk ma még egy ilyen helyet, vagy én nem tudom. Szilvinek már nagyon bejött a búvárkodás. Ott messze a háttérből ott jön. Gyanúsan sokan vannak ott fent. A sziklákon és ugrálnak. Szerintem ott is valami tudtuk is ebből szerű van. Most elballagunk, megnézzük. Csak jobb itt kint menni a sziklákon, mert kurvára csúszik a zöld mohás rész. Mi onnan fentről akarok venni, vagy mi a fasz? Még esik tűnik rossz résznek. Aha, nézzük meg. Na, az, ha beugrik onnan, öcsém, az, ha vizet ér, megeszem a kalapomat. Pedig tudja, hogy ugrani akar, nem? Ez a kárörvendő kurva eget, mi?
innen olyan messzinek tűnik, hogy olyan lehetetlennek, hogy elérje a sziklát, vagy a vizet. Ne, menjünk oda, ebben. Jobb a felvétel, nem? Várjál, baszki, most ugrik pont. Hozz be, ugrik. Ahogy így, ennek nem volt semmi. Na, én ilyeneket már nem hiszem, hogy meg lehet még csinálni. Elindulunk a Santa Giulia. Mi? Giulia. Hát úgy kell mondani, Santa Giulia. Hát jó. Strandra. Jó, közel van, 1/4 óra motorral. 1/4 óra motorral, 2:09 gyalog. Na, megérkeztünk a Santa Giulia. Szóval letettük a motort. Vezető úthoz. Mondjuk itt éppen be tudtunk volna jönni motorral, de... Nem kell mindent erőltetni. És fentről elég szépnek nézett ki ez a strand, nem? Hát... Itt mindegy is strand szépnek néz ki. Reméljük, hogy odaérve is jó lesz, meg nem lesz tömve. Még nem volt túl sok autó, úgyhogy... Szerintem még nem lesznek nagyon sokan. Reméljük. Az idő most is kellemes. Szerintem már most van, vagy 32 fok. Hát annyi biztos. Annyi majdnapban van. 10 óra körül van az idő. Milyen jó rendszerűs illat van, nem? Aha. Itt a Korzikán a közlekedés elég érdekes, hogy olyan komótosan megy mindenki,
áll a körforgalomba, simán bemehetne, nem megy be. Minden körforgalom előtt torlódás van. Kanyarokba erőteljesen szeretnek átmenni a másik sávjába, tehát hogy mindig találkozok olyannal, aki minimum a fél sávomba van szembejövővel. De őket ez nem zavarja látszólag. Hát őket nem. Úgyhogy azért elég óvatosan kell itt motorozgatni. Nekem a snorkelezés szempontjából ez elég biztató, ezt a bejáratnál találtam hábor. Közeledünk. A víz az nagyon szép. Világos kék. Ez tökéletes, ez itt jó is. Na ide jöhetek ti is ezt szépen. Ó, hát megint itt az a izai. Dzsindzsa a széle. Tudom, mennyire sokan vannak. Na mondjuk a víz az nem a legmelegebb. Hideg. Egyekben melegebb volt a víz. Igen. Viszont nagyon szép az Isten. Szép tiszta. Víze. Csak rohadt hideg. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Thank you.
hűtőben tudom ki. Vagy miért van? Mindjárt. Mondom, megállok már, hogy Noémi fel tudjon öltözni. Mondtam, hogy itt van fel. Itt érezhetően hűvösebb van fel. Tudom, csak fáj. Na, megérkeztünk a kiszemelt helyre. Úgy látom, szerencsénk van, mert víz is van benne. Idefele történt egy kis baleset. Beszállt a sisakomba egy darázs, aztán jó megcsípett. Ami azért gáz, mert allergiás vagyok rá. Mind változó. Van, amikor nagyon besedagad. Van, amikor kurvára bedagad,
Volt már olyan, hogy majdnem megfulladtam. Ilyen gombóc nőtt a torkomba, és nem kaptam levegőt. Ennek a korzikai darázsra. Igen, úgy néz ki, hogy a korzikai darazsat bírom. Kerestünk gyorsan egy pár, de nem volt kalcium tabletta. Úgyhogy nem sikerült semmit szerezni, de hál' Istennek. Nem is látom már a videóm se vissza, hogy bármi baj lenne, itt a szemem alatt csípett meg pont. Úgyhogy úgy néz ki, hogy megmaradok, úgyhogy lehet menni fürdeni. Nem is akármilyen helyre, ezt nézzétek. Ez nem látom meg, hogy csak szép hely. Hú, de jól néz ki ezt a minden. Na mondjuk a másik oldal se piskóta. Hát ez árnyékosabb, viszont ez olyan, ha mindegy, ide beúszok úgyis. Gyere bele, te is. Még jobban. Hát nem baj, hogy nem az árnyékos oldalra mentünk. Milyen a víz életem? Kosza. Megyünk máshova is. Azért itt hidegebb a víz, mint a tegnapi helyen. De szép attól függetlenül. Elég hűvös a víz. De kár, hogy már nem ugrálok. Innen azért jobbat lehetne. Nem látszódik, de ez kurvára csúszik.